Több nyugat-európai országban nehézkes a beutazása azoknak, akiket Sputnik vakcinával oltottak be. Pedig Orbán Viktor miniszterelnök májusban az állami rádióban mindenkit megnyugtatott, hogy a keleti vakcinákkal is lehet majd utazni. Sem a WHO, sem az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezi a Sputnik forgalomba hozatalát. A virológus szerint harmadik oltásként az egy dózisú Janssent fogadják el, amit viszont a magyar szakemberek nem ajánlanak. Mindenki biztos lehet benne, hogy a keleti vakcinákkal is lehet majd utazni. Ezt még májusban mondta a miniszterelnök az állami rádióban. Azóta a kormány már 17 országgal állapodott meg a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról. Köztük van Ciprus és Horvátország, de például nem szerepel a listán Ausztria, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország sem. A digitális uniós védettségi igazolványt sem kapják meg a Sputnikkal oltottak. A miniszterelnök még májusban a közösségi oldalán fotón buzdította a lakosságot az oltásra. A bejegyzés szerint a képen látható 15 főből 80 Sinopharmmal, 4-en Sputnikkal lettek beoltva. Persze a kormánytagok hivatalos meghívóval könnyűszerrel utazhatnak olyan országba is, ahol nem fogadják el a keleti vakcinákat. Az Európai Unió, az Európai Gyógyszerügynökség egy adag Pfizert, egy adag Modernát nem fogad el. A virológus a híradónknak arról beszélt, hogy Magyarországon második oltásként a Pfizerből és a Modernából egy adag vehető fel, amit viszont bizonyos országok nem fogadnak el. Nekik az egydózisú Janssen vakcina könnyítheti meg az utazást, de az meg immunológiai szempontból nem sokat ér a Sputnik után adva. A Janssenből kapnak egy adagot, de ennél pedig az a probléma, hogy a magyar NNK nem ajánlja a Janssent a Sputnikra, mert ez mindegyik humán adenovírus vektor alapú, és az immunogén hatása a Janssennek kevésbé erős a Sputnik után adva. A sputnikosoknak egy megoldás maradt. A friss PCR-teszt, ami egy négy tagú család esetében már nem elhanyagolható költség. Van, ahol ráadásul még karanténba is kell vonulni, amíg vissza nem érkezik a teszteredmény. Görögország ugye valamennyi vakcinát elfogadja, Törökország, Egyiptom jelenállás szerint valamennyi vakcinát elfogadja, de hát vannak olyan országok, mondjuk főleg a nyugat-európai országok, ahol elsődlegesen azt a négy oltóanyagot, tehát a Pfizert, a Modernát, az AstraZeneca-t és a Janssent fogadják el, és az ezekről szóló Európai Uniós igazolást. Az ügyben megkerestük a miniszterelnökséget és a külgazdasági és külügyminisztériumot. Előbbi annyit írt, hogy a Sputnik a magyar hatóságok és számos más ország által engedélyezett hatásos és biztonságos vakcina. Minden esetben a célország dönti el a beutazási feltételeket. A harmadik oltás lehetősége pedig mindenki előtt nyitva áll. A külgazdasági és külügyminisztérium hozzáfűzte. A Sputnik vakcina engedélyezéséhez szükséges vizsgálatot sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem a WHO nem zárta le. Ezek a vizsgálatok folyamatban vannak.